Helyett az első szabad március 13-án feldúlt a Marosvásárhelyen. A városnegyed a Kárpátokon túlról érkezett betelepülők számára épült, könnyű volt elhitetni velük, hogy a magyarok jogkövetelései a vesztüket jelentik. 1990. március 19-én már leitatott, vasvillákkal és botokkal felfegyverzett román parasztokat úszítottak a magyarok ellen. A csőcselék megtámadta az RMDS székházat, Sütő András írót félszemére megvakították, és az asszonyokat is félholtra verték. Jött a másik, belém rugott, akkor jött a másik, hol bírt oldalamat, mindenemet, a lábom, a jobb felem, annyira össze volt kékülve, és a bal felem is. Másnap a város magyarsága a főtérre vonult tüntetni. A Görgény völgyéből ismét behozták a román parasztokat, az általuk kirobott tömegverekedésnek már halálos áldozatai is voltak. A román igazságszolgáltatás csak magyarokat és cigányokat vont felelősségre a történtekért. Ma már magasrangú politikusok is elismerik, a Fekete Márciust a Hírhedt Securitate provokálta ki, hogy igazolja létjogosultságát és átmentse hatalmát.